Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Székesfehérvár városrészeit bemutató sorozatunk egy újabb részéhez érkeztünk. Két héttel ezelőtt beszélgettünk már Alsóvárosról, Sóstóról és a Maroshegyről. Ezt a beszélgetést folytatjuk, nagyon izgalmas területre érkeztünk, hiszen az Ikarusz gyárral folytatjuk majd a beszélgetést, miután bemutattam vendégeinket, akiknek nagyon köszönöm, hogy ismét itt vannak. Váci Márk, a Magyar Városkutató Intézet munkatársa, a sorozat szakértője, aki végigvezet bennünket Székesfehérvár városrészein. Köszönöm, hogy eljöttél ismét. Köszönöm szépen én is újra a lehetőséget. És itt van velünk újra Kegye Győző, az Ikarusz nyugalmazott mérnöke, a Székesfehérvári repülős történet kutatója. Neki külön köszönöm, hogy ismét eljött és vállalta a beszélgetést. Köszönöm szépen a meghívást. Mielőtt rátérnénk az Ikarusz témára, segítsünk azoknak, akik esetleg nem voltak velünk az előző műsorban. Foglaljuk egy kicsit össze a legfontosabb dolgokat. Először is ugye, hogy melyik területről beszélünk, itt mindig a határok az érdekesek. Igen, hát ugye a területnek a lehatárolása, ha úgy vesszük, viszonylag egyszerű. Hiszen meg tudjuk mondani azt, hogy honnantól kezdődik mondjuk az Alsóváros, meg nagyjából azt is, hogy meddig tart a Maroshegy. De hogy ezen belül, ezen a tömbön belül mondjuk a három városrésznek a határai hol helyezkednek el, az már egy nehezebb dolog. Minden esetre azt érdemes tudni, hogy a Széchenyi utcai, illetve a hosszú sétatéri aluljárótól délre eső területről beszélünk, igazából egészen a város határig, hogyha dél felé megyünk, illetve ugye a Széchenyi utcától egészen a Komáromi vasútvonalig terjedő terület nyugat-keleti irányban, tehát nagyjából így tudjuk behatárolni, és ugye ezen belül az Alsóváros az, ami ugye a Széchenyi utca és környéke igazából, illetve a különböző családi házas részek ugye a temetők környékén, aztán hát ugye a katolikus temető az már inkább a Sóstóhoz tartozik, ugye a Sóstóval magával természetvédelmi területtel Szárcsa utca és környéke, majd aztán ugye a vasútvonaltól, Veszprém-Balatoni vasútvonaltól odébb eső, tehát ennek a túlsó felén elterülő rész maga a Maroshegy. Ugye a Maroshegy és a Sóstó viszonylatában vannak érdekes jelenségek. Most a 20. századi építészet során kapcsán is lesz majd szó erről ebben az adásban, hogy ugye a Maroshegynek például a jellegzetes közintézményei már alapvetően a sóstói területen helyezkednek el, viszont hogyha az utcanév adást nézzük, akkor ugye lehet azt mondani, hogy a Maroshegy az, ami 1929-ben hasonlóan más városrészekhez, ugye az elszakított területekről kapta az elnevezéseket. Itt a Parciumi és az erdélyi településekről kapták ezek az utcák és terek a nevüket, és ez az elnevezés a sóstói területre is ugyanúgy átnyúlik, ezért is van az, hogy fehérváriasan az úgynevezett sóstói területet is ugye inkább Maroshegyként szokták emlegetni. Az előző részben beszéltünk Szőlőhegyről, beszéltünk a Sóstó környezetéről, volt szó a terület közlekedéséről, a repülésről, a repülőjavítóról, a repülőjavításról, vallásról és temetkezésről is, sőt még a távközlés is szóba jött, hiszen ez a adóállomás is ezen a területen található, ami érdekes. Elérkeztünk az Ikarushoz. Az Ikarusz egy olyan gyár Székesfehérvár életében, amelyben hát minden családban dolgozott valaki a területen, én ezt hallom a székesfehérváriaktól elsősorban, sőt, hát a mi családunkról is el tudom mondani, úgyhogy ugyan a gyár már abban a formájában éppen nincs, mint amiben nagyon sok évig működött, de mégis nagyon sokan őrzik az emlékét. Én arra kérem Kegye Győzőt, hogy egy kicsit idézzük fel, hogy is jött létre az Ikarusz gyár. Hát előző részben már ugye szó volt erről, és ön is említette itt a repüléssel kapcsolatos dolgokat. Gyakorlatilag az alapját az 1920-as években rakták le azzal, hogy a trianoni békeszerződés miatt Szegedről ide telepítették a repülőgépjavító üzemet. Addig nem volt ilyen Székesfehérváron. Ez megalapozta, hogy elkészült a akkori Magyarország egyik legmodernebb repülőtere például, ezt kevesen tudják, ez egy homokos területen ugyan, de egy alagcsövezett terület volt, elég hosszan Tácig ért el, ezért mindenki fehérváriak tudják, hogy van Tácsi meg Sóstói repülőtér.
Tácsi ugye az a katonai terület volt, a Sóstó pedig, amiből később az Ikarusz lett. Gyakorlatilag itt felnőtt egy generáció, a szakembereket illetően is, ott volt egy iskola, amit úgy hívtak, hogy REMOSZ, repülő és motorszerelő iskola, amit később 48-as időszakban elismertek technikumi végzettségnek is. Nagyon sok olyan kollégával dolgoztunk mi együtt, már akik nekünk, hogy így mondjam, szinte apáink lehettek, akik szintén REMOSZ-ba végeztek, és szinte halálukig, de nyugdíjazásig mindenképpen az Ikarusznál dolgoztak. Ezt követően, ahogy a magyar ipari különbség, a hadsereg és egyéb változások történtek, ennek megfelelően ennek a gyártelepnek a profilja is elkezdett változni. 1956 nyaráig még a fő profil a repülőgépjavítás volt. 1956 nyarán kiselejtezték a fő munkát adó Iltides, úgynevezett Párduc-Fehérváron, ezt így ismerték, repülőgépek 150 darabját. Ettől kezdve munkanélkül maradt ez a gyár. Akkori iparvezetés döntött arról, hogy először az 56-os forradalom alatt tönkrement gépkocsi javítás kezdődött meg különféle típusokon, de közben már telepítettek ide olyan termékeket is, hiszen ami kitöltötte az ottani szakmai összetételt. Ezt azért meg kéne ismételnem, hogy gyakorlatilag a repülőgép rádió és műszerésztől a lemezlakatosig gyakorlatilag minden előfordult, meg asztalos kárpitosig, tehát ennek itt munka, akkor az volt a cél, hogy munkájuk legyen. Meg is történt, és ekkor jött létre utána a motorjavítóból az általános mechanikai gépgyár. Egy dolgot a múltkor még nem beszéltünk, aztán megemlítenék. Kezdődött abban az időszakban, az 50-es évek 55-56-ban a személyautó, kis mini személyautókkal kapcsolatos tevékenység, konstrukció, így is nevezhetnénk. Ugye abban az időben a Fiat és a Messerschmitt gyáraknál, a régi repülőgép, nagy repülőgépek gyárak, repülőgépgyáraknál csináltak kis személyautókat. A Messerschmitt kabinroller, ami egy repülőgép kabinja volt, egymás mögötti üléssel szinte, meg a BMW Isetta, amit még az olaszok kezdték el csinálni. Ezen felbuzdulva a motorjavító vállalatnál két fiatal mérnök, Czappel József és ő volt a Balaton tervezője, a horvát Bózsi, az modellező volt, és ez a Bózsi név ez onnan származik, csináltak egy-egy kis autót. A kis autók Csepel 250-es motorral működve, az egyik 4 személyes volt, a másik úgy mondjam, hogy 2,5, mert két kisgyerekülés és két felnőtt, az Alba Régia viszont az 4 személyes volt. Lehet látni sokfelé, sokszor megjelenik autósipari részeken, eléggé félreértelmezhetően többek között belemagyarázzák azt, hogy a Rubik Ernő meg ezek segítettek, ők a munkát engedték nekik, hogy a szakmájuk és a beosztások mellett foglalkoztatnak és támogatták, hogy így mondjam, műszakilag is őket. Ezt követően kezdődött az autógyártással kapcsolatos tevékenység az AMG-nél, akkor jöttek a buszpótkocsik, itt tervezték, a honvédség most máig még működnek, úgynevezett RZF járművek, egységes zárt felépítmény a nevük, Csepel Autó Alvázra. Ez abban az időben jelent meg az autógyárnál a négykerék hajtásos teherautó, és pont az AMG-s társaság konstrukciót bízták meg ennek a kifejlesztésével, ami később az Ikarusz fehérvári gyáregységének még akkor az egyik fő profilja lett érdekes módon. És itt léptünk be abba, hogy 1963. január 1-től a Gazdasági Bizottság, a Kormány Gazdasági Bizottságának döntése alapján összevonták a Ikaruszba a általános mechanikai gépgyárat, és lett a neve Ikarusz Székesfehérvári gyáregysége.
A kollégákat kérem, hogy mutassuk meg közben, míg hallgatjuk egy-egy Őzótól az Ikarus történetét. Vannak archív felvételeink is, úgyhogy mi pedig akkor folytassuk ezt a történetet. Tehát 1963. január 1-től Egyesült és Ikarus nevet kaptam. Igen, egy nagyon érdekes dolog, hogy elég nagy vita, elég ellenséges légkör is követte ezt az összeegyesülést. Ugye ez egy önálló, komplett mindenféle, hogy így mondjam, mellék tevékenységgel ellátott komplett gyár volt. A gyáregység az Budapesten azt jelentette, hogy egy valamilyen, ahol egyik épületben karosszériát gyártottak, a másik évben összeszereltek, a harmadikban meg préseltek. Ezek voltak a gyáregységek. Nem tudta az akkori vezetés, mit kezdjen pontosan avval, hogy kapott egy ekkora vertikumot, és most mi a fenét gyártsanak itt, vagy mit csináljanak. Ennek ez volt a lényege, először az volt az elképzelés, hogy itt majd alkatrészeket fogunk az autóbuszokhoz, a Budapesten gyártott autóbuszokhoz gyártani. Szerencsére, ugye idézőjelben mondom, hogy közben jött és szerencsére a KGST, megnövekedett a buszigény. Kiderült, hogy ezt a budapesti gyárban már ezt a mennyiséget nem tudják gyártani, ezért megkezdődött az, hogy itt először úgynevezett különleges járműveket telepítettek ide, mert Budapesten gyártottak tűzoltóautót, gyártottak műhelykocsit, meg sok mindent. Ezek átkerültek Székesfehérvárra, és Székesfehérvár kezdte el ezeket gyártani. De közben, és akkor itt tartunk, ez a műhelykocsi például nagyon sokszor szerepel, ez egy érdekes kis jármű, ami itt éppen a képen van. Ez úgynevezett uránszén kutató karotáskocsi. Volt egy olyan időszak, ez a karotás, ez karotage írása, francia megnevezés, ez egy szeizmikus mérésre alkalmas. Itt a képen van egy fagylaltosnak tett hűtőkocsi, úgynevezett Ikarus 404-es hűtőkocsi, ez pedig egy már a fehérvári konstruktőrök által gyártott, nem azonos azzal, amit Budapesten Buldog fülkés tűzoltót csináltak, ez egy külön terepjáró kocsi, Ikarus 526, az volt a lényege, és ezt akkor még a BM rendelte ezt a járművet, hogy a mezőgazdasági és erdőszeti tüzek oltására legyen alkalmas. Ez úgy volt, hogy volt rajta egy 1500 literes ilyen tartály, ami ilyen vész az első pillanatban. Ez az autó azért érdekes, mert élő vízből is tudott vizet venni, tehát olyan szivattyú rendszere volt, hogy egy tóból, vagy egy posolyából, vagy bárhonnan tudott vizet venni. És akkor jöttek ilyenek is, mint itt a 705, úgynevezett 705-ös vezetőfülke. Itt mindig a szak dolgokban keveredések vannak. Én engem bosszant, mert amikor szakemberek írnak valamit, nem baj, ha utána néznének. Minden ilyen autó, amin ilyen fülke van, meg van valamilyen felépítmény, megjelenik a Facebookon is, hogy Csepel autó. Nem Csepel autó, ez Székesfehérváron budapesti Ikarus telepítette le a gyártást, hiszen ők kezdték el, és a híres tervező csinálta ennek a formatervét, egyébként Finta László. Úgyhogy ebben csak ez az érdekes, hogy amire az van, hiába ugye felvetődött mindig a kérdés, hogy miért az van rajta, hogy Csepel autó. Azon nem, a két vállalat annak idején nem vitatkozott rajta. Ez volt az érdekes. Egymásra voltunk utalva, Csepel főegységet használtunk, ők meg karosszériát használtak, amit nálunk gyártottak. Talán mondjuk ez egy először érdekes. És akkor a polgári rendeltetésű járművek mellett volt ez a katonai oldal, az itt most az előbb nem figyeltem oda, hogy lehet, hogy volt, lehet, hogy nem, az úgynevezett RZF. Ennek az volt a lényege, ez is később került letelepítésre ez a kis autóbusz, majd a szövegben beszélek róla szerintem, hogy egy azért egységes zárt felépítmény, a titkosítás vagy az ellenség megtévesztése, senki nem tudta megmondani, hogy ebbe a konvojba szerepel 25 ilyen egyforma autó, hogy abban mi van. Ebben lehetett rádió, lehetett akutöltő, lehetett mentőautó és sok minden egyéb, pláne ha a mentőautóra még nem volt kitéve az se, hogy a vörös kereszt. Itt van az RZF egyébként, ezért egységes zárt felépítmény, ez a neve.
hozzá kell tennem, és még ezt is kevesen tudják, hogy azt a vezetőfülkét, azt a budapesti fülkeüzembe gyártották. Tehát az aljáig, a kerekekig, és a motor az Csepel autó, az összes többi Ikarusz. Ilyen. Ilyen a világ. Úgyhogy a következő talán, amit érdekes lenne itt megemlíteni, 63-ban volt egy olyan program a Fehérvári gyáregységnél. Dr. Horváth Kálmán igen híres tudós emberünk volt egyébként, aki közbevetőleg annyit mondanék, hogy azért is elhíresült, mert annak idején a hajdani 1949-es Pumás perbe Kálmán bácsit, mint a légiőrő főmérnökét egy másik horváttal, Horváth Barnával együtt szintén halálra ítélték, és ők ketten szabadultak, tehát amnestiával eltörölték a halálbüntetést, de a harmadikat, a leghíresebb magyar vadászpilótát, azt kivégezték. A Kálmán bácsi olyan tudós ember volt, töretlen humorral, nagyon nagy tudással dolgozott. És ekkor jött lépett be az a dolog, úgynevezett Meleb-Szilárd program. Volt nekik egy olyan elképzelésük, Simon Ferenccel együtt ez szabadalmaztatva is lett, hogy alumínium autóbuszokat fogunk gyártani. Ugyanis könnyűfémű itt volt mellettünk. Magyar ipar, a fehér aranya volt hirdetve, a alumínium. Ők repülős emberek voltak, nagyon ismerték ennek a fémnek a tulajdonságait, és akkor elkészült három olyan jármű, ami tiszta, először csak félig alumíniumból, majd utána tiszta alumíniumból készült kettő. Ezeket úgy hívták, hogy Ikarus 114, Ikarus 112 és 115. Az első, az a 112, az egy alumínium felépítmény, egy csepelalvázon, fém, acél csepelalvázon, viszont a 112 is, meg a 115 is egy városi és egy távolsági kivitel, ezek tiszta alumíniumból készültek. Ennek van egy, lehet, hogy itt a képen majd szerepel, lehet, hogy nem a rácszerkezet, aminek az volt a lényege, hogy sokkal kevesebb ilyen csiribiri tartók legyenek rajta, hanem mert új számítással az egy tökéletes, körülbelül 5-600 ezer kilométert futottak ezek a buszok. Itt a fehérvári Volánnál, akkor még a Volán vagy Aköb, még lehet, hogy Aköb volt, Máva utót, bocsánat. Itt is futottak próbafutáson, illetve forgalomban voltak, aztán megszűnt a program, a vállalatvezetés nem látott benne fantáziát, mert nagy volt a KGST megrendelés, törölve lett. Egyébként nagyon érdekes, vannak felvételek róla, hogy milyen könnyű szerkezet volt ez. Lóerőbe mindig az, hogy milyen teljesítmények, mert azért bizony az 55-66-os farmotoros, ami egy nagyon szép autóbusz volt, hát elég gyenge motorral szerepelt a akkori korhoz képest. Talán ez volt az érdekes, és egy új fejezet kezdődött a gyárban 68-ban, amikor ezek lettek letelepítve, hogy az 55-66-os, majd erről még egy két szót fogok szólni. 68-ban Toldi József lett a vállalat vezérigazgatója. Egészen más szempontból, egészen más látókörrel, hiszen ő a Csepel repülőgépgyárban dolgozott, amint ott kezdte fiatalkorát. Nagyon szerteágazó tudása volt a Józsi bácsinak. Méltó ellenfele volt, idézőjelben mondom, a győri Horváth Edének, aki ő nem volt annyira a politikai vonalon futó, de szakmaival igen, és elég jól szót értettek egymással, ez hozzá kell tennem, és ez nagyon fontos volt, mert azért ott alá lehetett dolgozni, vagy kevésbé, vagy nem a dolgoknak. Utána jött a következő fejezet, amikor 1967. április 1-től Ikarus székesfehérvári gyára lett a fehérvári gyárból. Akkor igazgató lett a gyáregységvezető, akit még akkor Bécsi Lászlónak hívtak, Budapestről került ide, már gyáregységvezetőnek is, mert az AMG-től lévő vezető garnitúrát elmentek, ők kicserélték teljesen. És ekkor jelent meg a 67. április 1-én a kormány programja, a közúti járműfejlesztési programból.
és itt lépett be az a nagy arányú fejlesztés, ami az Ikaruszt jellemezte, a budapesti gyárat is, meg a fehérvári gyárat is. Itt elhatározták egy nagy csarnok építését, ami jelenleg is áll, sajnos nem olyan funkcióval, mint aminek az készült. Ez azt jelentette, hogy 10-11 ezer autóbusz gyártása volt a cél az Ikaruszba anno. És itt megvolt a megfelelő létszám is. Ennek megfelelően ez az alumínium kísérlet ezért szűnt meg például többek között, és a 55-66-os típuspárt, farmotoros típuspárt letelepítették ide a Székesfehérvárra gyártásra. A 69-ben egy olyan dátum, hogy a Horgos miniszter itt tájékozódott arról, hogy hogyan alakul az építkezés, és ez megfelelő ütemben menjen, mert fontos volt, hogy lakások legyenek, a vasútvonal és a hetes út között abban a mélyedésben, ami hajdan az első világháború után hadifogolytábor volt, de utána az egy üres plac lett, ugye ott lakásokat építettek, és nagy részben az ikaruszosoknak. Ezt követően 69-ben, és ez is a Fehérvár gyárhoz tartozik, 69. július 1-től a Pusztavámi bányának a mechanikai üzeme a fehérvári gyár gyáregysége lett. Ezt kevesen tudják egyébként, hogy ez a történetben így volt. Mindenki tudja, hogy Móri Ikarusz. Igen. Így van. És 71-től átsorolták azt a gyárat, vagy azt az üzemet is gyáregységgé, és önálló pusztavámi gyáregység lett majd, amikor Mór összevonták Pusztavámmal, és város lett, attól kezdve viszont a Ikaruszmóri gyára nevet kapta. Ugyanakkor kezdődött el megint még katonai témákkal kapcsolatban egy újfajta típusnak a Csepel autógyár 566-os összkerékhajtású nagyon nagy terepjáró járműnek a gyártásba vétel elé ezen konstrukciója. Ennek a fülkeit itt készítették az első 100 darabot Székesfehérváron, a null szériát, hogy így mondjam, majd utána átvette Mór. Na most a következő is itt szerepelt, hogy majd, hogy jött a 200-as család. Budapesten a koncepció alakult, ahogy a koncepció megvalósult, hogy egy új típus családot kell létrehozni. Felbuzdulva a 55-66-os sikerén, de azok sokkal nehezebben, sokféle csiribirivel, hogy így mondjam, ugye nagyon hagyományos 20. század közepi formatervvel nagyon nehezen gyártható volt nagy szériába. Nagyon sok munka volt vele. Ekkor született ez az ötlet, és Finta László megcsinálta a 200-as autóbusz típus tervét, és ennek megfelelően kezdődött a felkészülés az Ikarusz 200-asok gyártására, és elkészült a nagycsarnok, és a nagycsarnokban már az új technológiák szerint ment a gyártás. Néhány csoportot vezettem, nem akarták elhinni, hogy Székesfehérváron és Magyarországon úgy gyártanak autóbusz, mint máshol személyautót. Körülbelül ez volt a lényeg ennek a ő rácsodálkozásuknak. A legutolsó az volt, amikor a Renault cégnek a képviselő ide jöttek, és hát nem tudták elképzelni először, ismerve azt a társaságot elég nagy mellénnyel, végén rájöttek, hogy hát szóval nem egy ilyen útszéli szerelőüzem ez, hanem egy komoly gyár. Nagyon fontos és nagyon érdekes volt, hogy közben olyan nagy sikere volt az Ikarusz buszoknak a fejlődő országok területén, nem beszélve arról Amerika, de ez nem a mi profilunk, hogy így mondjam, ez a budapesti kollégáknak a sikere volt. Ők ugye csinálták, és sőt, Clinton elnöknek külön bemutatták az autóbuszt, ott volt a bemutató a Fehérház udvarán, de összeszerelő üzemek létesültek. Ez úgy hívják, hogy CKD-SKD-nak nevezték. Alkatrészekbe szállítottunk különféle készültségi fogban fejlődő országok részére. Nagyon sokat szállítottunk Iraknak, nagyon sok, de gyártották Madagaszkáron, gyártották Mozambikba. Szóval több felé készült, nem beszélve Kínáról, meg Kubáról, mert ott is ugye külön buszgyár alakult, ami Hiron
néven mondja. Ez nagyon fontos volt, mert megismerték. Így jött ki, hogy a világ legalább 35 országában voltak ikaruszbuszok, mindenhol lehet találkozni, most is nézem a Facebookot időnként, olyan helyekről mutatnak ikaruszbuszt, hogy csak pislogni lehet tőle. Ami még nagyon fontos volt, hogy a festési technológián kellett változtatni. A nagycsarnok építésével egy nagyon komoly festőüzem készült. A festőüzemben elektrostatikus festéssel csinálták a vászszerkezetet, majd a készautóbusz festését. Az oldallemez, tehát a nagy felületeket ilyen robotszerű festőberendezések voltak. Egy program pályán haladva festették le az oldalfalakat, meg hát a színezett területeket. És itt a beégetési idő is fontos volt, így sikerült egy olyan festéket a tiszai vegyi kombináttal, meg azt hiszem a Schwabetán cég behatására, vagy valahogy erre, csinálni olyan festékanyagot, hogy 50 perc lett a beégetési idő a korábbi hosszabb beégetési időről a buszoknál. Nagyon érdekes ez, hogy ennek megfelelően viszont, hogy ilyen sikerek voltak, 73-ban több kollégánk állami díjat, állami díjat kapott. 73-ban Mádéfalvi Kornél és Kelemen Pál a főmérnök volt, Mádéfalvi Kornél a főkonstruktőr, kapott állami díjat, majd 75-ben három ember megosztva, Juradovics Ferenc, Nemes István és Tóth István a második fokozatát kapta ennek a kitüntetésnek. És Gulyás Antal, aki egyébként repülőmérnökként egy ideig háttérbe volt szorítva, aztán később kiderült, hogy az nem volt elég egészen igaz. Ő csinálta az ő csoportja és az ő osztálya az EZF autóbuszok tervezését és a katonai vonalat ő vitte. Ő 5-ös díjat kapott. Közben hozzánk csatolták a Börgöndi gépállomásnak a területét, a mezőgéptelep is az Ikarushoz került. Ott szerviz lett és ipari tanuló oktatás is ott folyt. A fejlesztés tovább folytatódott még a közúti jármű fejlesztési program keretén belül, 75 évvel végével ugyan lezárult a program, de ennek a csarnokok is kibővültek, és a jelenlegi formában vannak meg a két új festő, két oldalon épült két új csarnok. A 78-ban viszont egy érdekes dolog volt, akkor fejlődött be, nem beszéltem előtte róla, fölvetődött az AMG-nél volt egy ilyen, hogy AMG 408-as autóbuszokról beszéltünk a múltkor, ami kisautó, 8,5 méteres kisautóbusz. Eltűnt ez a kategória a Ikarusz, illetve a magyar járműipar területéről, meg kiöregettek. Ennek megfelelően a akkori igazgatónk szorgalmazta egy ilyen autóbusz gyártását. Ekkor született meg az Ikarusz 211-es nevű, ez egy igazi KGST autóbusz volt. A motorja és néhány egysége az német, az első tengely az német, NDK kivitelő volt. A kormányműve zíl szovjet, a hátsó futóműve győri MVG, tehát ez egy eléggé ismert. És ez viszont van 700 darab készült belőle, ma még futnak, főleg TSZ-ek és kisebb területeknél. Nagyon érdekes volt a 1925 év a Szovjetunióban volt egy olyan kiállítás, hogy 50 év felszabadulás, 30 éve, ha jól emlékszem, és az Ikarusz 25 év alatt akkor mutatták be, hogy 50 ezer darab autóbusz állítottunk a szovjeteknek. Ami még érdekes, jubileumok. 77. március 5-én Nagy Gábor vezérigazgató adta át a Ikarusz nagyvállalatnál összesen gyártott 100 000. Autóbuszt a akkori szovjet nagykövetnek, Pavlovnak. Majd nagyon érdekes, hogy 1980-ban elkészült Fehérváron, a Fehérváron gyártott 50 000. Ikarusz autóbusz. Majd
1980 12. 7-én átadásra került a Volán részére, az Fehérváron gyártott, de nagyvállalati összességébe beszámított 150. Icarus 256-os autóbusz, majd 87. november 7-én, az fontos dátum volt akkor, szintén egy 260-as autóbusz volt, készült el Fehérváron az Icarus nagyvállalat 200. autóbusza. Hihetetlen nagy számoknak tűnnek egyébként, sokan el se tudják képzelni, hogy egy autóbusz hogy lehet gyártani. És volt az utolsó nagyszám, 89. 3. 7-én Semsei András vezérigazgató az NDK nagykövetnek adta át a 250. Icarusba gyártott autóbuszt, az egy 263-as városi autóbusz volt. Ebben csak azért érdekes, mert utána már nem beszélhetünk. Itt voltak a csúcsok, és ezekben a csúcsokban még az is hozzátartozik, érdekes, ha a létszámokat megnézzük, hogy 63-ban, amikor az Icarushoz csatoltak bennünket, összevontak, mindegy, 63-ban 1742 fő volt a gyárba. 70-ben 3653 fő, na, még 63-ban 309 darab autóbusz gyártottunk. 70-ben, amikor 2653 fő volt, akkor 2632 darab autóbusz készült. Itt már lehet látni, hogy a nagy csarnok a következőkben már lehet látni a számokba. 75-ben már 4335 fő volt a gyári létszám, és 5012 darab busz készült. Majd 1980-ban ez volt a csúcs, 4236 fővel, tehát kevesebb, mint előtte, 8017 darab autóbusz hagyta el a fehérvári gyártósort. Ezt követően már más közben voltak változások is, mert elkészült képeket, itt van a 200. átadásról, éppen a Balla Kacsi méltatta a ünnepséget ezt a keleti hangárba, és ilyen emblémákat kaptak a dolgozók, kaptak a dolgozók, a nyugdíjasok is, amikor ezeket a nagy számokat megjelenhettek, és itt van a 250. darab. Az még talán hozzá kell tennem, hogy ezen kívül ugye a 300-as család fejlesztése is került. Először Budapesten készült el az első prototípus, majd egy idő múlva Fehérváron is kezdtünk el vele foglalkozni. Itt egy nagyon fontos van, annak a forma terveit Őrsi Feri kollégánk csinálta, ami ezért olyan jól sikerült a hátfal az autóbusznak, mert az mindig a háttérbe szorult az autóbuszoknál, hogy milyen volt a hátulja. Mikor a hölgyeket szokták megnézni, ugye, szóval hozzátartozik. Ennek megfelelően ezt a nívódíjat, tervezési nívódíjat kaptak, nagyon szép lett az autóbusz, és ebből az a döntés született egy idő múlva, hogy Budapest viszont leadta a 300-as gyártást teljesen Fehérvárra konstrukcióval együtt. Előtt akkor lépett be úgynevezett 400-as család, ezek az alacsony padlós, itt is van még Fehérváron, még van belőle egy, azt hiszem egy vagy két darabot láttam még, és így ebből a típus megosztással is belekerültünk. Még egy érdekes dolog, arról nem biztos kevesen tudnak, lehet, hogy a képek között nem adtam oda, de ezeket az autóbuszokat, a városi, Magyarországon forgalomba hozott városi autóbuszokat, 266, 260, 263 és a 415, a 400-asból, alkalmassá kellett tenni egy háború esetén sebesült szállításra. Senki nem tudta, és mindig mindenki leszerelte, meg piszkálták az ülések mellett, voltak ilyen kis fekete csavarok az oldalfalon, meg a tetején ilyen, mint a kis szellőzőt lettek volna, olyan fekete kis lukak. Hát ezek azok az volt, hogy ezt át lehetett, két óra alatt át lehetett egy autóbuszt alakítani sebesült szállításra. Ezek minden belföldi járműve, ezt meg kellett, volt egy időszak, erre katonai előírás volt, ezt mindig a katonák vették át ezeket, illetve átvették a úgynevezett megrendelők,
És utána jöttek a katonák, és megnézték, hogy és egy próbaszerelést kellett csinálni a buszokon, hogy valóban felszerelhetők-e ezek a dolgok. Érdekes ez, egyszer volt éles helyzetben megcsinálva, akkor se kellett senkinek. Amikor a román forradalom volt, akkor döntött úgy a iparvezetés, vagy az Icarus, nem tudom pontosan, megszereltünk egy komplett autóbuszt, több hónapig állt az udvaron megszerelve, az volt az elképzelés, hogy kiküldjük Romániába a sebesültek szállítására. Nem kellett, úgyhogy visszaszereltük. Egyébként ez azért érdekes, mert erre 150 darab ilyen készlet volt a országos polgári védelmi parancsnokság raktárába. Tehát bármilyen esetben is volt az az emlékezetes augusztus 20-a, azt hiszem ugye Budapesten, amikor vihar volt. Ha akkor valaki előtte gondolkodott volna a nagy tömeg részvételére, nyugodtan meg lehetett volna szerelni ilyen budapesti 260-asokat, legalább kettőt, mert 10-12 sebesültet tudott egyszerre elszállítani, minden volt benne. Nagyon szépen köszönjük ezt a részletes leírást. Én azt hiszem, hogy ebből is kiderült, hogy az Icarus gyár történelembe beírta magát itt Székesfehérváron, de beírta magát a családok történelmébe is, hiszen hallottuk, hogy milyen sokan dolgoztak ott. Egy képben már felvillant, és biztos vissza is térünk rá, a Gárdonyi Géza művelődési ház, amelyet az Icarus gyárral együtt kell, hogy említsünk. Így van, hiszen ugye az Icarus művelődési házaként jött létre alapvetően, és aztán ugye hát a gyár megszüntével lett belőle gyakorlatilag Gárdonyi Géza művelődési ház a Sóstón. És hát mivel ennyi dolgozó volt, kellett egy olyan hely, ahol kikapcsolódni és szórakozni tudtak. Térjünk rá a terület kapcsán a 20. századi építészetre. Itt is rengeteg képünk van, amiről beszélni is tudunk, úgyhogy kollégákat kérem, hogy segítsenek nekünk ebben, hogy megmutassuk ezeket az épületeket. Márktól pedig kérem szépen, hogy akkor beszéljünk róluk egy kicsit. Hát először is az alsóvárosban nézünk körül egy kicsit az egykori homokbánya területén. Ugye hát a homokbányának a létezéséről igazából a homoksor elnevezés ad ugye nekünk támpontot, de hát azért most még 2020-ban tudjuk, hogy ez a homokbánya valóban létezett. Az unokáink már erről fognak emlékezni, ha csak közben nem változik meg ugye az elnevezése. Két utcát mindenképpen érdemes kiemelni, az egyik a Bercsényi utca, a másik pedig az Eötvös utca. A Bercsényi utca az tipikusan egy olyan utca volt, amit egy egykori homokbánya területen hoztak létre. A 30-as években épült ki igazából, bár voltak már egyébként korábbi lakóépületek is ebben az utcában. Itt például az úgynevezett Bagolyházat vagy Bagolyvárat láthatjuk, 1913-ban épült, Filip István, az akkori ciszterci gimnázium rajztanára és grafikus művész, festőművész építette saját maga és családja számára. Ez a Bercsény utca 35-ös, és a szomszédos 37-et pedig a 30-as években, amikor már a gyerekei felcseperedtek, és a család elkezdte kinőni ezt a Bagolyvárat, felépítették ezt az úgynevezett kastélyt, amin egy stilizált város címer is egyébként helyet kapott. Aztán szintén ebben az utcában található meg egy tipikus alsóvárosi épület, ez egy kis szobakonyhás lakás. Igazából kifejezetten munkás családok számára tervezték ezeket a kis lakásokat, általában egy-két gyerekkel rendelkező családok számára, majd a nagycsaládosok is mindjárt szóba kerülnek. Illetve az Eötvös utcában is voltak kis egyszobás, másfélszobás pici házak, elsősorban vasúti alkalmazottak számára készültek ezek az épületek, építmények, és aztán hát némelyiket átalakították, bővítették nyilván az évtizedek során, egy-kettő azért ebben a két utcában hál' Istennek megmaradt. Emlékként itt pedig az Eötvös utca 2-t láthatjuk, ez egy jellegzetes 20. század elejé épület, 30-as években Gáspár István tervei alapján készült, neki kettő darab tervét ismerjük igazából Székesfehérváron, a másik az egy várkörüti villa. Róla annyit érdemes tudni, hogy építészmérnök volt egyrészt, másrészt pedig a 30-as, 40-es évek fordulóján Székesfehérvár önkéntes tűzoltóparancsnokaként is tevékenykedett. És ahogy említettem, a nagycsaládosokat a Batthyány utcában található meg az úgynevezett Oncsa telep.
ugye ez a Maroshegynek az Oncsa telepe, Berényi út kapcsán beszéltünk már ugye Felsővárosban sorházas és egyéb telepekről. Ugye ez 4 darab ház, Thomas Antal vázlatai alapján készültek ezek a tervek. Ugye Thomas Antal volt az, aki a szénatéri iskolát tervezte, innen lehet ismerős a neve. Schmidt Ferenc, Kocsis Iván, illetve Molnár Tibor készítették egyébként a végleges kiviteli terveket. És aztán ugye a Pintér és Xantner cég volt építőipari cégként, akik ugye a Felsővárosnak és a Vízivárosnak a nagy részét építették. A kivitelező Szabó János helyi ácsmester volt az ácsmunkáknak a, és a tetőfedő munkáknak a készítője, valamint érdemes kiemelni a Konzé és Steiner céget, akik pedig az asztalos ipari munkákat végezték. Igazából ezeknek a házaknak nem csak a külső, de a belső berendezését is a tervezők egy az egyben elkészítették, értve itt igazából akár a bútorzatot, és értve az enteriőrnek a különböző darabjait, tehát ezek az utolsó szögig megtervezett házak voltak igazából. Amiről beszélni tudunk a továbbiakban, az a transformátorház. Igen, egy érdekes építménytípusú, ugye Fehérvárnak sok ilyet ismerhetünk, akár itt a közelben is, ugye Móri út, Szent Vendel utca sarkán, a Szénatér sarkán szintén van egy ilyen építmény. Ez annyiból különleges, hogy ugye mind az építészeti értékeit, mind pedig a kialakítását tekintve meglehetősen eltér az összes többitől. Ez az egyetlen egy olyan transformátor állomás, aminek például csúcsos teteje van itt Fehérváron, ráadásul magasságát tekintve is talán ez a legnagyobb az összes közül. Ugye ismerünk olyan lakótelepi trafóházakat, amelyek kicsit jobban szétterülnek, és ma mondjuk üzletként vagy egyéb célra szolgálnak. Ez is egyébként kereskedelmi célra került átalakításra 2000-es évek elején. A Csíkvári úton is ki tudunk emelni egy épületet? Hát, vagy akár kettőt is, de hát a mai stadionnak az épület az mindenképpen kiemelkedik, hiszen ha már egy városrészről beszélünk, ugye kultúra szóba került, az építészet is, a lakáscélú építészet, mindenképpen a sportról és az egészségnevelésről is beszélni kell. És ha már a stadion szóba került, azért említődjék meg, hogy itt korábban is volt sportcélú létesítmény a Sóston, bár ugye ez részben katonai célokat is szolgált, ugye a világháborúra való felkészülés jegyében, meg a Levente mozgalom jegyében az egykori lőtér, és aztán ugye létesült ez a kezdetleges kis sporttelep. Ugye látjuk a 60-as évekből egy ilyen kicsit romos, düledező építményt, ugye ez volt a stadionnak az őse tulajdonképpen, és aztán ebből nőtte ki magát ugye ez a komplexum, ami az évtizedek során fokozatosan átalakult, és ugye nyerte el igazából a mai képét. Sőt, lőtér is működött a sóstói területen. Igen, igen, hát ugye, ahogy említettem, ez kifejezetten katonai célokat szolgált, nyilván hát azért polgári célokat is, ugye a 30-as, 40-es években nem feltétlenül kell párhuzamokat vonni, de mégis azért érdemes megemlíteni, hogy például Németországban és Olaszországban ugye a fiatalok számára szabadidő hasznos eltöltését azt általában az állami vezetés a sporton keresztül igyekezett megvalósítani, és hát ugye a katonai célokra, meg a háborúra való felkészülés jegyében ugye ezt összekötötték például a lövészettel. Amit kihagytunk itt az épületek között, az az egykori vásártéri cédulaház, ami mit jelent? Ennek is egy érdekes története van. Ugye annak idején vagy a Felsőváros, vagy a Víziváros kapcsán beszéltünk a szénatéri mázsaházról, illetve a cédulaházról. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a 30-as években, a 30-as évek végén, amikor ugye a szénatéren a vásártér megszűnt, akkor ezt át kellett helyezni. Ugye ezt a területet ma is vásártérként ismerjük, és hogyha én azt mondom mondjuk egy előadáson, hogy az egykori vásártér, és elkezdek beszélni a szénatérről, akkor biztos lesz két olyan jelentkező, aki azt mondja, hogy de hát az a Maroshegyen van. Igen, a mostani vásártér az valóban ott működik, bár ma már csak bolha piacok vannak egyébként. Ezek a cédula házak, például ez is, amit Molnár Tibor tervezett nagy valószínűséggel 1937-38-ban, ugye azt a célt szolgálták, hogy itt a kereskedelmi tevékenység folyt, úgymond lepapírozták, ugye kiállították az állatorvosi igazolásokat, ezeket nevezték marhaleveleknek, ugye innen lehet ismerős
aztán a későbbi TB igazolványokat is ugye szintén így nevezték, ezeket a kis leporállókat, meg a mindenféle egészségügyi iratokat, hiszen itt is arról volt szó, hogy egészséges állatot adnak, illetve vesznek, és ennek az adminisztrációja, ügyintézése ebben a cédulaházban történt. Fontosnak tartottad még, hogy az orvosi rendelő épületéről is mondjál néhány szót? Hát ugye egy emblematikus épülete Székesfehérvárnak, a legutóbbi felújítása kapcsán ugye a fejlődésről is lehet beszélni. Az 1970-es években épült, de én úgy gondolom, hogy a városrésznek az arculatából azért annyira nem lóg ki, hiszen meglehetősen szelíd az az építészeti kép, amit igazából így az utóbbi 50 évben mutatott. A terület oktatásával kapcsolatban is van két épület, amelyet érdemes megemlíteni. Igen, a 20-as évek végén elsősorban a vasúti családok gyermekei számára épült, hát a mai nevén Táncsics Mihály általános iskola Battyányi utcában, ugye a rendelővel szemközti területről beszélünk, ez községi elemi iskolaként épült, kettő darab tanteremmel, ahol ugye vegyes oktatás folyt, értve ez alatt azt, hogy katolikusok és reformátusok egyaránt jártak ebbe az iskolába, fiúk, lányok vegyesen, és ezeket a tantermeket egyébként ugye felekezeti célokra is tudták használni, hogyha összenyitották, tehát istentiszteletet, szentmisét lehetett ugye tartani. Ez azért is volt nagyon fontos, mert ugye a reformátusoknak az imaháza, ami szintén ebben az utcában, bár meglehetősen eldugottan egy kis telken belül található meg, az egy néhány évvel később létesült, és ugye 39-40-ben jött létre a Maroshegyen a Szent Kristóf templom, tehát addig ugye nem volt a városrésznek saját temploma. Klasszikus történet, ma már inkább amerikai sorozatokban láthatunk ilyet, amikor ugye a templomban működik az iskola, hasonlóan lehet egyébként ezt is elképzelni, és aztán nyilván az 1950-es években ez a tevékenység ugye háttérbe szorult, ideológia és minden egyebek folytán, és ugye megtörtént az iskolának a bővítése, többször is bővítették, a 70-es években kapott például egy tornatermet, és azóta ebben az állapotában látogathatják a gyerekek. Én azt hiszem, hogy a mai beszélgetés végén is megállapíthatjuk, hogy Székesfehérvár városrészei mind jelentős városrészek. Egyiket sem lehet azt mondani, hogy jó, hát ott az csak egy kis városrész, mert mindenütt van valami olyasmi, ami meghatározó és jelentőséggel bír. Itt már csak az a kérdés, hogy mi lesz a következő műsorban, melyik városrészre látogatunk? Hát a következő műsorban terveink szerint ugye az Öreghegyel fogunk tovább menni. Most egy olyan városrésszel ismerkedtünk meg, ugye, ami egy üzem köré szerveződött igazából. Kezdetben a vasút, aztán a repülőgép, majd a buszgyártás köré. Az Öreghegy egy olyan terület, ami egy klasszikus szőlőhegy, olyan szempontból eltér a Maroshegytől, hogy ennek egy kis nyúlványán, az úgynevezett Ráczhegyen alakultak ki különböző gyárak, üzemek, arról majd külön fogunk beszélni. Itt az Öreghegy kapcsán elsősorban szőlőhegyi építészet fog majd előtérbe kerülni, illetve a kultúra és a társadalmi élet. Egy időben úgy hívták Székesfehérváriak Öreghegyet, hogy Székesfehérvár rózsadombja. Igen. Hát igazából, hogyha körbe tekintünk, megjárunk egy kicsit azon a környéken, akkor akár ma is lehet annak nevezni, főleg a telek és a lakásárak miatt nyilván, meg olyan szempontból is, hogy ugye oda ki lehet lépni igazából a városból, akkor is, hogyha az ember nem ott lakik, és mondjuk eltölteni egy kellemes fél órát, egy órát, tényleg egy kis nyugalmas, csendes időszakot érdemes ellátogatni oda. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést is. Kegye Győzőnek ezt az abszolút kimerítő tájékoztatást az Ikarusz gyár létéről. Én azt hiszem, hogy ez nagy örökség, úgyhogy köszönjük szépen. Váci Mártnak pedig, a műsorálladó szakértőjének külön köszönet a mai műsorért is. Két hét múlva tehát újra jelentkezünk Városrészek titkai című műsorunkkal. Köszönöm, hogy velünk voltak. Viszontlátásra!